Fontos ez, mert Magyarországot nem mindegy, hogy kik és hogyan képviselik az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy az elmúlt négy év jó részt erről szólt. És ennek a tanulsága az, hogy minél többen ott kell, hogy legyünk, el kell, hogy menjünk szavazni, és ehhez a szavazáshoz kérjük mind a jelenlévőknek a segítségét, mind azoknak, akik most nem tudtak eljönni, de akikre számíthatunk. A választási gyűlést Kocsis Róbert nyitotta meg. A Hajdú-Bihar megyei közgyűlés alelnöke és az egyes számú egyéni választókörzet képviselője arról is beszélt, hogy az Európai Néppárt szempontjából is fontos a május 25-i választás. A Fidesz szereplésén fog az múlni, hogy a néppártnak, a Európai Néppártnak, az Európai Unió parlamentben meg lesz-e a többsége. És hogyha meg lesz a többsége, akkor az a bizonyos tisztelet is meg lesz Magyarországnak, azt gondolom. A választási gyűlésen Kocsis Róbert után Percné Gál Ildikó, a Fidesz-KDNP európai parlamenti lista vezetője mondott beszédet. Egy biztos, ha nem leszünk ott 25-én, senki nem fogja a mi érdekünket képviselni Brüsszelben. Ez ennek a választásnak a tétje. Én hívom, várom önöket, és várom azt a pillanatot, amikor kezdődhet a következő időszak munkája. Önök számíthatnak ránk, és remélem, mi is számíthatunk önökre. A következő időszak munkájáról szólva Percné Gál Ildikó elmondta, nagyon fontos, hogy az Unió megfelelő válságkezelési módot találjon, az eddig alkalmazott válságkezelés ugyanis nem volt sikeres. Görögországot még mindig nem tudta a válságból kihozni, tehát ez a megszorításokra épülő válságkezelés, ez nem járható a továbbiakban. Gazdasági növekedésre van szükség, és munkahelyteremtésre, ez pedig lehetőségeket jelent. Lehetőségek kutatását jelent. Végre az Európai Uniónak az elképzelése a jövőről egybevág azzal, amit a magyar kormány már 2010-ben meghatározott, úgyhogy azt gondolom, hogy azok az eredmények, amiket mi elértünk az elmúlt négy évben, azok mint egy jó gyakorlat megismételhetők az Unió tagállamában, és azért szeretnénk tevékenyen részt venni az Unió iránytűjét vesztett Uniónak az új út keresésében, és a módszertanának, a válságkezelés módszertanának a kidolgozásában. Azt szeretnénk, ezen túlmenően, hogyha a kormánynak az elmúlt négy éves eredményei megfelelő támogatást kapnának Brüsszelből, meg szeretnénk védeni úgy a családtámogatási rendszert, mint a magyar földet, és még sorolhatnánk azokat az eredményeket a rezsicsökkentéssel folytatva a sort, amit eredményként tudhatunk magunk mögött. Szeretnénk, hogyha az Unió végre a 28 tagállam együttműködéséről szólna, az Unió szabálya, a közös szabályai addig terjeszkednének, amíg nem folytják meg a tagállamok versenyképességi előnyeit, és levegőt hagynának a tagállamoknak a saját jogszabályoknak a megalkotására, és az eredmények eképpen véleményünk szerint sokkal határozottabban jelentkeznének, és talán így sikeres lehet az a válságkezelési mód is, amit Görögországban próbálgatnak most már 2009-től, de még mindig nem hozott eredményt, legalábbis Görögország adat nem erről tanúskodnak. Úgyhogy együttműködő partnereik szeretnénk lenni az Európai Uniónak, mindenkinek, viszont tiszteletet kérünk az eredményeink miatt az egész magyar nemzetnek és a magyaroknak.